A nemzeti konzultáció hitelességében nem lehet megbízni, az elektronikus válaszok még a személyiségi jogokat is veszélyeztetik. Ezt mondta Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet elnöke. Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint az adatvédelmi szabályokat betartják. Bár tagadják, a soros terv végrehajtása, megvalósítása az európai intézményrendszer berkein belül halad előre. Hiába cáfolta már többször is Navracsics Tibor a kormány állításait, a kormány szóvivő kitart a soros terv létezése mellett. A kormány szóvivő szerint a terv megvalósulását a menekültek tervezett szétosztási mechanizmusában, az egységes menekültügyi ügynökség felállításában és a nemzeti határokon épült kerítések elutasításában véli felfedezni. Mint mondta, a költségeket büntetés vagy csökkentett támogatás formájában a tagállamok fizetnék. Szerinte ezért is fontos, hogy minél többen töltsék ki a kérdőíveket. Igaz, az online rendszerről kiderült, hogy egy ember többször is elmondhatja a véleményét. A rendszer alapvetően a tisztességes hozzáálláson alapul. Kovács Zoltán hozzátette, a visszaküldött évek száma mellett eltörpülnek az elektronikus válaszok. A rendszer az adatvédelmi szabályoknak megfelel. A magyar emberek bíznak a nemzeti konzultációban, nagy az érdeklődés. Szerettük volna megtudni, hogy ha valaki mégis kételkedik, akkor hogyan győződhet meg arról, hogy valósak-e a közzétett adatok. Én attól tartok, hogy ha valaki nem hisz ebben és nem akarja elhinni, akkor sehogy. Mi megtartjuk azokat a szabályokat, amelyek léteznek. Majtényi László szerint semmilyen módon nem lehet ennek a konzultációnak a hitelességében és az eredményeiben megbízni, mert a beérkezett adatokat nem auditálják, azaz nincsenek hitelesítve, és a rendszer az állampolgárok személyiségi jogait is veszélyezteti. Az adatvédelmi szempontból rendkívül súlyos dolog. Ráadásul ugye a kérdőívet úgy kell kitölteni, az ember egy először azonosítja magát, majd utóbb nyilatkozhat arról, hogy nem óhajtja, hogy a kormányzat nyilván tartsa a személyes adatait, de ezt akkor tudom megtenni, ha előtte már megadtam. A Tárki munkatársa szerint a kormánynak látszólag sem célja, hogy a konzultáció közvéleménykutatásnak tűnjön. Ezeket a kérdőívekre kapott válaszokat nem fogják elemezni, nem fogják összegezni, nem fogják utólag megismerhetővé tenni, tehát teljesen mindegy, hogy milyen számot fognak a végén mondani. A kérdőívek a hónap végéig mindenhová megérkeznek. Arra a kérdésre nem akart válaszolni a szóvivő, hogy szerinte most hányan küldik vissza a kérdőíveket.